gay éjszakáját tartottak a gimnáziumban. Kormány Elekes Gabriellát kérdeztük a rendezvény céljáról és a programokról. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt nálunk az ARG-ben, az ARG éjszakája nevű rendezvényünkön, amelyet ebben a tanévben már másodjára rendezünk meg. Tavaly nagy sikerre való tekintettel úgy gondoltuk, hogy nektek is szeretnénk ezt az élményt adni, remélhetőleg, hogy jó élmény lesz a ma este végére, amikor elmentek. És tulajdonképpen ez a rendezvény az első azon programjaink sorába, amit a beiskolázással kapcsolatban tervezünk. Ugye ezzel a programmal indul, utána még remélhetőleg sokszor fogunk találkozni, akár osztályfőnöki órán, akár nálatok majd itt például Kisteleken a pályaválasztási napok alkalmával, vagy a vetélkedőinken, amit még novemberben tartunk, ugye infóból, meg angolból, illetve lesz majd egy nagyszabású nyílt nap is november 14-én. Úgyhogy remélem, hogy ez az ősz majd annak jegyében fog tenni, hogy minél több időt töltsünk együtt, minél jobban megismerjétek az iskolákat, és utána pedig minél többeteket tudja köszönteni majd benneteket következő tanévben nálunk. Úgyhogy én a ma estére előzetesen is jó szórakozást kívánok, és az este menetéről meg a vetélkedő menetéről pedig Kormány Elekes Gabriella tanárnő fog nektek pár mondatot mondani. Hát korábban matek versenyeket szerveztünk a 7.-8. tanulók részére, mind a Kisteleki Általános Iskola, mind pedig Csengere, Baksó, Pusztaszer, Balástya, tehát a környéki általános iskolákat próbáltuk magunkhoz vonzani. És egyszer jött az ötlet, hogy mi lenne, ha nem feltétlenül csak a matek lenne a központban, hanem minden más, és ezért a természettudományos és szakmai munkaközösség úgy döntött, hogy csinál egy ilyen versenyt. Úgyhogy ez tavaly született ez az ötlet, nagyon jó volt, jól érezték magukat a diákok, jó visszajelzések voltak, és akkor gondoltuk, hogy akkor ebből hagyományt csinálunk, és akkor most folytatjuk, most van a második alkalom. AFG éjszakája néven szervezitek, mit is értetek pontosan ez alatt, milyen verseny is ez? Hát ez egy csapatverseny, 4 fős csapatokat vártunk, és azért is volt fontos, hogy időben legyen a jelentkezés, mert hogy annyi állomásunk van a hány csapat, ez most az idei évben is, és tavaly is 16 csapatot jelent, ez azt jelenti, hogy 64 gyereket mozgatunk meg. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tartsák a kapcsolatot a gimisekkel is, ezért mindegyik állomáshoz, vagy mindegyik csapathoz raktunk egy gimis segítőt. Hát itt ilyen játékos feladatok lesznek, igazából 5 perces feladatok lesznek, tehát ilyen nagyon mozgalmas, meg hogy bejárják az egész iskolát, ezért minden szinten mindenhol vannak különböző típusú feladatok. Amikor ennek vége, akkor utána egy kis vacsorával kedveskedünk neki, és hát utána pedig a Rekeszki Zolit elhívtuk, és csinál egy kis diszkót mind a 8-osok, mind pedig a saját diákjaink részére. Mik voltak a tapasztalatok egyébként, hogy ugye kis telkörös érkeztek, de ugye említetted, hogy Csengele, hogy azért több településre is jöttek ide. Igen, szerencsére Pusztaszert, Ópusztaszert, Balástyát, Csengelét, Baksot is meg tudtuk szólítani a Kisteleki Általános Iskolán túl. Ennek azért örülünk mindig, mert ugye nyilván a beiskolázás szempontjából is fontos, mert nekünk nyilván minden gyerek fontos, és pont ezzel szeretnénk megmutatni egyébként, hogy milyen családias is a mi légkörünk, és hogy milyen kötetlen programokat is tudunk csinálni. Idősek napja alkalmából egy ünnepséggel köszöntötték a Csongrád-Csanád megyei Napsugár otthon lakóit. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. A Csongrád-Csanád megyei Napsugár otthon idősek napja alkalmából rendezett ünnepséggel készült a lakók számára. Mindannyiunk előtt ismeretes, én már 27 éve ünnepeljük a idősek napját ebben a szép intézményünkben. Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-ét az idősek világnapjának. Azóta is folyamatosan ebben az időszakban ünnepelünk, hol kisebb, hol nagyobb rendezvényekkel. Amikor készültem erre a mai napra, akkor azon gondolkodtam, hogy mitől is ünnep az ünnep, ez most nekünk. Szerintem nagyon sok mindent töltötték el. Elnézést kérek, hogy egy kicsit elérzékenyülök ezen. Valahogy úgy hozta a sors, hogy nekem mindig októberben vannak olyan problémáim, akár itt, akár máshol, ami miatt mindig mélyebben érint nekem ez a nap. Ünnep azért, mert egyáltalán itt lehetünk ennyi jó ünnepvel együtt. Ünnep, hogy ennyi minden, ami zajlik a világban, mi még ennyien itt vagyunk, és meg tudjuk ünnepelni a lakóinkat egymást, azért, hogy együtt vagyunk. És ünnep nekem külön, hogy én most mégis itt állhatok önök előtt, és nem otthon vagyok betegen.
Valahogy úgy hozta a sors, hogy ez mindig így alakult, de sikeresen megküzdünk vele, és pozitívan nézünk tovább, és pozitívan szeretnénk a mai napot ünnepelni közösen önökkel. És éppen ezért ezen a csodálatos őszi Vénasszonyok nyarás napon, pénteki napon csodálattal adózzunk a természetnek azért, hogy még mindig nyár van és mindig ünnepelhetünk, így ezen a szinte nyárias napon. Ezen a rendezvényen sor került a most születésnapjukat ünneplő lakók felköszöntésére. Idős lakóink iránti tiszteletből, hagyományainkhoz híven szeretném köszönteni két legidősebb lakónkat. Számunkra is meglepetés vagy öröm mindig köszönteni idős lakót, de még hogy ennyi éves lakót köszönteni, az meg még nagyobb öröm. Idősebb otthona lévén nem ritka, hogy 80-90 éves korosztállyal dolgozunk, és ennyi az átlag életkorunk is, de körülbelül köszöntjük a 100 éves Tószegi Györgyné Ilonka nénit, mert ő ma a legidősebb női lakónk az intézményben. Emellett köszöntötték a legrégebb óta az intézményben élő lakót is. Minden évben megemlékezünk a legrégebb óta az intézményben élő lakónkról is. Nekem is egy kicsit megható volt, hogy ki is ő. Ritkán látogatja a rendezvényeket, de egyébként meg egy nagyon ügyes, nagyon segítőkész, sok-sok mindenben részt vett az elmúlt években lakónkat szeretném önöknek bemutatni. Ő pedig Sejben György, Gyuri bácsi. Itt nézek Anikóra, és eszembe jött, hogy a kutyánkat, volt valaha egy kutyánk, és a kutyánk a Gyuri bácsi nagyon-nagyon sokáig etette, gondozta. Sajnos most nincs kutyánk, de majd ki tudja egyszer, lehet, hogy lesz. És Gyuri bácsi által ugyanúgy szeretne nekünk segíteni. Gyuri bácsi, ahogy említettem, 15 éve él az intézményben, 2007-ben költözött ide. Szeretnék neki is egy kis ajándékot átnyújtani. Majd pedig az otthon 10 olyan lakóját is megemlítették, akik aktív szerepet vállalnak, segítik az intézmény munkáját. Szeretnék 10 olyan lakónak köszönetet mondani, akik még a mai napig nagyon-nagyon aktív tagjai a közösségnek, és segítik, támogatják a mi mindennapi munkánkat. Nagyon fontos, főleg ezekben a rendkívül nehéz időkben, hogy még mindig vannak olyan lakóink, akik akár konyhai segítőként, akár tortaszolgálatként, akár udvarosi feladatokat ellátva, vagy bent a szobában szalvétát hajtogatva, sokat tesznek azért, hogy mi tudjunk működni. 2022 egy olyan év, amikor szerintem erről leginkább meg kell emlékezni. Igen, sokszor munkatársak váltanak ki. Akkor, amikor minden dolgozó maximálisan kitöltve a napi munkaidejét tevékenykedik, még akkor sem elég, sokszor úgy érezzük, hogy azt, amit teszünk, az elég. És ezért én azt gondolom, hogy hálás szívvel szeretném megköszönni annak a 10 lakónak, akik akár dupla műszakot is visznek. Értem ez alatt, hogy elmennek délelőtt a konyhára segítenek egy kis krumplit vagy almát picolni. Délután bizony, amire hazamegyek 6 óra magasságába, akkor bizony ők a portaszolgálatosok. Ketten itt ülnek és tartják a frontot. Nagyon hálásak vagyunk nekik. Nagyon szépen köszönjük minden napjukat és mindent, amit tesznek értünk önökért. Ezután többek között az intézmény dolgozói, az egyik lakója és a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai színpadra léptek. Az ünnepség végén az otthon 100 éves lakóját köszöntötte családja és Domonics János, Kistelek város alpolgármestere. Kedves lakóim, nagyon szépen köszönjük, jegyzőasszony és képviselő úr, a helyet hívott minket a születésnapjára. Nagyon szívesen jöttünk. Ez egy nagy ünnep Kistelek városának is, és nagy ünnep magának is szerintem. Hiszen kéne szeretni egy ilyen nagy születésnapot egy ilyen szuper programmal. Én úgy tudom, hogy az elmúlt 25 évben Kisteleken nem túl sok 100 éves szülőnapot ünnepeltünk. Talán 4-5 lakosónak volt 100 éves szülőnapja. Éppen egy hónappal ezelőtt volt szerencsém átadni egy virágot Kocskai Balázs még Magyarainnek a 100. születésnapján. Úgyhogy én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy itt Kisteleken születve 16 éve az önkormányzatnál dolgozva, már a második 100 éves lakosónak tudom mondani személyesen azt, hogy Isten éltesse még sokáig. De szerintem maga is nagyon szerencsés, hiszen nagyon kevesen mondhatják el maguknak azt, hogy
hogy ilyen szép családdal, ilyen szép baráti és lakókörnyezetben tudja ünnepelni ezt a jeles napot. Szerintem a kisgyerek városa is nagyon szerencsés, hiszen maga egy nagyon szép és nagyon jó példával szolgálhat az itt lakók számára. Ezért is szeretném magam és Nagy Sándor polgármester nevében kérni magától azt, hogy nagyon vigyázzon még magára sokáig. Hogy még sok mindenkinek el tudja mondani azt, hogy ők is öregedjenek meg ilyen szépen, mint maga. Úgyhogy persze mi meg adjunk hálát a Jóistennek, hogy részesei lehetünk egy ilyen életútnak, egy ilyen 100 éves szülinapnak, amikor még ilyen jó egészségnek örvendünk. Kivételes és rendkívüli nap ez a mai. Azért gyűltünk itt össze, anyukámat, nagymamát, dédamát, köszöntsük a 100. születésnapja. 100 évet megélni már magában egy csoda, de az, hogy itt és ilyen egészségben tudunk köszönteni a téged, minden egy különösebb alkalom. Nagyon boldog szülőnapot kívánunk neked. Egy-két mondattal elmondanám, bemutatnám, hogy ki is ő. Tószai Györgyné, Leány Kori nevén Barát Ilona, 1922. október 14-én Bartolosban született. Maga szüleivel és húgával, Arankával fiatal koráig élt. Iskoláját Szegeden végezte, de párizsi áruházban kezdett el dolgozni osztályvezetőként. Háborút követően 1945-ben férjhez ment apámhoz, Tószegi Györgyhöz. Ebből születtem én 76 évvel ezelőtt. Férjével a úri szabóságokban, a hivatalos üzletükben dolgoztak nyugdíjukig. Nyugdíjas éveik első 20 évének nyarait leántanul töltötték. Kedves anyukám, azt kiállok neked ezen a szép napon. Nagyon jól látnak, legyél boldog nagyon. Színe sose férje, bánat sose érje, minden után szerencse kísérje. Boldog és egészséges szülinapot kíván fiad, menjed, Icuk, unokát Andrea, tét unokáit Áron és Simon, valamint húgod Ari, keresztlányait Zsuzsi és Klár. Az őszi közlekedés szabályra hívja fel a figyelmet a rendőrkapitányság. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. A megváltozott időjárási és útviszonyok miatt fokozott veszélyhelyzettel kell számolniuk a járművezetőknek. Az ősz beköszöntével rövidülnek a nappalok, és a párás, ködös, esős idő megnehezíti a közlekedést. A járművezetők számára fontos feladat az őszi közúti közlekedésre való felkészülés, mely a balesetveszélyes helyzetek elkerülhetők. A rendőrség az alábbiakra hívja fel a járművezetők figyelmét. Őszi reggeleken párás, deres és száraz útszakaszok válthatják egymást. Megváltozhatnak a tapadási viszonyok, legyenek körültekintőek. Baleset veszélyes a párás szélvédő és a nem megfelelő kilátás. Ezért elindulás előtt mindenképpen tisztítsa meg az üvegeket. Fontos, hogy a jármű jól látható legyen, ezért ellenőrizzék a világító berendezések működését és gondoskodjanak a lámpák búrájának tisztántartásáról. Töltsék fel az ablaktisztító tartályt szélvédőmosó folyadékkal, és ellenőrizzék az ablaktörlő gumik állapotát. Szürkületben, sötétedéskor számítsanak a munkába, iskolába induló, illetve onnan távozó gyalogosra, kerékpárosra, akik a megváltozott látási viszonyok miatt esetleg nehezebben észlelhetők. A vízátfolyások az őszi munkálatoknál az útesre felkerült sár mind veszélyforrások lehetnek, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek.
Erdős bokros részen a lehulló falevelek csúszósá teszik az utat, ezért a sebesség megválasztásánál alkalmazkodjanak a megváltozott útviszonyokhoz. Figyeljenek az útra tévedt állatokra, és nem csak a vadat jelző táblánál, hanem mindenkor válasszanak olyan sebességet, hogy adott esetben biztonságban meg tudjanak állni. Erre az időszakra jellemző a köd kialakulása is. Gyakran a foltokban előfordul a köd, korlátozza a belátható útszakasz hosszát, elsősorban a sebesség és a követési távolság helyes megválasztására, valamint az előzési szabályok betartására kell kiemelt figyelmet fordítani. A látni és a látszani elv ezen időszakban is nagyon fontos, így feltétlenül gondoskodjanak a járművek megfelelő kivilágításáról. Köd esetén szükség szerint használjanak ködlámpát. A ködfény szórót és a hátsó helyzetjelző ködlámpát csak indokolt esetben használjanak. A hátsó helyzetjelző ködlámpa a mögöttünk haladó erős fénye miatt zavarhatja, bekapcsolása mellett a féklámpa nehezebben ismerhető fel, ami baleseti veszélyforrás is lehet. Mielőtt útnak indulnak, ellenőrizzék a gumiabroncsok állapotát, a megfelelő nyomást, a bordázat mélységét. A balesetek elkerüléséért a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, hogy a szabályokat betartva, türelmesen, egymásra odafigyelve vesznek részt a közlekedésben. Első alkalommal tartottak városismereti túrát Kisteleken. Vas Rozália szervezőt kérdeztük a túra céljáról és az útvonalról. A mai napon városismereti túrát tartanak itt Kisteleken, erről kérdezzük Vas Rozáliát. Köszöntelek, beszéljünk kicsit erről, hogyan is jött ez az ötlet, hogy ilyen legyen itt Kisteleken. Hát már régebb óta gondolkozom azon, hogy annyi minden van itt a településen, és nagyon sokszor azt se tudjuk, mi van a háttérben. És már azt hiszem évek óta így van bennem egy ilyen gondolat, de most van egy program, a Világgyalogló hónap, ugye ez október, és pont itt meghirdettek egy ilyen lehetőséget, nem pályázat, tehát annyi, hogy csak egyszerűen csatlakozunk, hogy mi is részt veszünk, Kistelek település is ebben a programban, és akkor így innen indult ez a gondolat, és akkor szeretném megmutatni a helyieknek, hogy mennyi minden van itt, mert ugye sokszor az van, hogy ami itt saját lábunk előtt van, nem vesszük észre, illetve talán egy kicsit a szobrok épületek múltjába betekintünk, akkor személyes, tehát nem csak egy emlékmű lesz, hanem megértjük, hogy miért volt mondjuk fontos egy első vagy második világháborús emlékmű, milyen sorsok vannak amögött, és ez szerintem sokat jelent, hiszen a múltunkat jó, ha megértjük. Milyen útvonalon fogunk végigmenni? Hát a jelenlegi túrának a Árpádházi Szentek szobrai, tehát itt elindulunk, itt a első, második világháborús emlékmű, akkor a Kossuth utca, elmegyünk egészen az Ifjúság térig, ugye a Szent Margit szoborig, útba ejtjük a Szent Lászlót, az épületeknek a történetét, a most elkészült csordakutat, aztán meglátogatjuk Teca kocsmáját, mert hát ugye Kisteleken is van, nem csak Pilisben, a mi kis városunkban is, és utána az Ede utcán jövünk vissza, ahol igazából a helyi építészeti stílusoknak nagyon sokféle épülete látható, tehát ott polgári ház, napsugarral, stb. Mindent lehet, majd a Szent István tér, és akkor az egészet majd a múzeumban fejezzük be, ahol egyébként kreatív foglalkozás, illetve a múzeumot is meg lehet tekinteni, tehát remélem mindenki jól fogja magát érezni. De egyébként tök jó, hogy gyerekekkel is jöttek, szóval családok is. Ez is volt a cél, azért lett ilyen 3-4 kilométer közti a túra, hogy ezt gyerekekkel is lehessen végigmenni, illetve hát ezért is került be a programba a Teca kocsmája, hogy ugye egy mosdó lehetőség, illetve ha inni kell, vagy valami helyzet, akkor hát ezt meg lehessen oldani. A 31-én is lesz egy ilyen túraszerűség, beszéljünk arról is egy kicsit. Igen, a Minden Szenteki Lámpás túra, ennek a túrának az ötlete Vastag Anditól indult tulajdonképpen, mert ő ezt a túrát hallva mondta, hogy lehetne egy ilyen Minden Szenteki Lámpás túrát is tartani. Ugye ott nem a város ismeret, hanem inkább a Minden Szenteki hagyományok, illetve hát a most divatos halloweeni, hogy hát azok nem hagyományok, de úgy mondom, hogy nálunk is gyerekek számára érdekes programelemek is belekerülnek, tehát aki szeretne, jöhet jelmezben is, de ez egyáltalán nem előírás. Egy, ami fontos, hogy mindenki hozzon valami világítóeszközt, lehetőleg azért ne olyat, amivel fölgyújtja a többieket, és akkor pedig ugye a kegyeleti témaparttól fogunk indulni, és a Vastag Andrea házépítők áruházánál fogjuk befejezni a túrát. Útközben lesz pár feladat, cukrot lehet szerezni, stb. Mindent nem mondok azért el, és utána ott a Vastag Andrea pedig forradbor, tea és zene. És egy kicsit ilyen útszabál jellegű programmal szeretnénk befejezni, hogy legyen egy kis közösségi összetartozásunk.
Thank you.